Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel, és igazán örömmel mutatom be legújabb kötetemet, sorrendben a 19-et. Nem mindet én írtam, hanem van közte jó néhány fordítás is, de mindig a legújabbra a legbüszkébb az ember, és jól esik, hogy már ilyen sok munkát írhattam. Ez a könyv azért különleges, mert igazából 50 év munka áll mögötte, 50 év kutatás, megírni az 2 hónap volt, de 50 év van benne. Hiszen 10 éves koromban hittanórán hallottam erről a szerkezetről, akkor rögtön megfogott a fantázia világomban, hogy mi lehet ez, hogy működhet egyáltalán, mit lehet vele elérni, és azóta én ehhez keresgettem adatokat, gyűjtögettem, és ami ebben a könyvben benne van, az egyrészt saját a munkám, kutatómunkám, másrészt a tudományos elméleteim, és igen sok olyan olasz forrás, amelyek csak olaszul érhetők el, és angolul sem. Ez a könyv azért is ritkasság, mert az angol helyett olaszul és magyarul olvasható ilyen kibontásban erről a témáról. Szeretnék megemlékezni egy olasz-itáliai tudósról azzal, hogy az ő gondolataival nyitom az előadást. Giordano Brunot 1600-ban égették el mágián, elevenen, a nyelvét odaszögelve a Póznához, amihoz kikötötték, nehogy tudjon szólni a néphez. 7 éven át kínozták, hogy vonja vissza tanait, mert olyan dolgokat látott meg, vagy tudott meg a vatikáni könyvtárból, amit nem akartak, hogy terjesszen, vagy hogy mások is megtudják. Nem állt rendelkezésére műszer. Volt egy Galei nevű úriember, aki pici kis távcsövet készített, de komoly műszere nem volt, és mégis ilyen dolgokról tudott beszélni 1600-ba. Ezt mondta. Tehát az univerzum egyetlen, végtelen és mozdulatlan. Nem hozták létre, hiszen rajta kívül nem létezik más élet, amire vágyhatna, vagy amit elvárhatna, hiszen önmaga minden lét. Nem szűnik meg, hiszen nincsen semmi más, amivé változhatna, hiszen ő maga minden. Nem mehet össze, és nem tágulhat ki, hiszen végtelen. Semmi nem közelítheti meg, és el sem szakadhat tőle semmi. Több mint 420 éve mondta ezt. De most beszéljünk egy olyan készülékről, amely nyilván összefügg Brunóval abból a szempontból, hogy a szellemiségét tekintve egy korszakalkotó találmány volt. Az időlátó gép. Ugye kapásból azt mondják sokan, hogy ez fantázia vagy valóság. Egyáltalán létezett-e ilyen? Vagy csak kitalálták valakik valamikor? Meg lehet egy ilyet építeni. És akkor jönnek a problémák, hogy netán ez a készülék, ha van, ha volt, veszélyes az egyházra, vagy veszélyes a kormányokra, netán veszélyes a politikusokra, sőt, veszélyes a diktátorokra, netán veszélyes a tudósokra. Igen, veszélyes. Mert hiszen mindenki számára jó egy ilyen készülék, egy hasznos szerkezetről lehetne szó, kivéve a szabadkönyves kommunista diktátorokat, nekik ez nagyon nem tetszik, akkor sem tetszett, és valamennyi diktátor ebben a csoportban található. Ezért tehát titkolják a létezését. Viszont ezzel a készülékkel a világ egy teljesen más korszaka köszönhetne ránk, a béke és a jólét korszaka mindenki számára. Abban maradtam magammal, hogy mivel a könyv 21 részből áll, és a tartalma olyan tömény, hogy ez nagyjából 15 előadást igényelne, tehát holnap estig talán mondhatnám egyfolytában, ezért minden fejezetről szólok néhány percet, hogy át lehessen tekinteni, hogy milyen részben milyen téma található, és próbáltam úgy felfűzni, hogy azért értelme is legyen a dolognak. Mindenképpen kell némi alapismeret, vagy ismeret, ismétlés ahhoz, hogy a készléknek a lényegét magát felvezessem,
illetve a hozzá fűződő egyéb összefüggéseket. Az időről szóljunk egy néhány gondolatban. Newton az időt abszolútnak, egyenletesen folyónak tekintette mindenki számára, vagyis tőlünk függetlenül létező valaminek, tehát bármit teszünk, hat ránk, nem tudunk előle megmenekülni, igazából mindenek felett áll, mondta ő. Aztán jött Einstein, aki egészen másként gondolta, azt mondta, hogy szerinte Newton rosszul látja ezt az egész helyzetet, és eldobta a newtoni idő felfogást, sőt olyan szinten eldobta, hogy azt mondta, hogy az idő az maga a negyedik dimenzió. És meghamisítva a Lorentz transzformáció belső matematikáját, dimenziónak tekintette az időt, és azt mondta, hogy a fénysebesség az, ami abszolút, és nem az idő. Erre született egy kísérlet, ez a Michelson-Morley-féle kísérlet. Newton az éterben is hitt, azt mondta, hogy a világegyetemet egy közeg tölti ki, és ez a közeg az, ahol az események lezajlanak, és Einstein tagadta az éternek a létezését, és erre hozta föl cáfolatnak ő is Einstein hívei a Michelson-Morley-féle kísérletet. Viszont, hogyha valaki megnézi ezeket a rajzokat, megláthatja belőle, hogy igazából az az út, amit a fény az éterrel szemben tesz meg, vagy az éternek éppenséggel háttal, az ugyanakkora, tehát a két hatás kioltja egymást, vagyis azzal, hogy a Föld mozgás irányával egy irányba kibocsátunk egy fényt, vagy éppenség az ellenkező irányba bocsátunk egy fényt, egy tükörről visszaveretjük ugyanazt és fölfogjuk, lényegében a fényutak hossza nem változik, tehát ezzel a kísérlettel így nem lehet kimutatni azt, hogy az éter létezik-e vagy sem, miként azt sem lehet így kimutatni, hogy a fénysebesség abszolút lenne. De ez volt az a kísérlet, amire azóta is hivatkoznak már legalább 100 éve. Viszont, amiről nem beszélnek a tanórákon sem, még egyetemeken sem, hogy abban a pillanatban, hogyha az előző szerkezetet megforgatják, már is jelentkezik az interferencia, sőt, volt egy kísérlet lassan 100 éve, a Michelson-Gale-Pearson kísérlet, ahol sokkal hosszabb fényutakat használtak, bányák mélyén több kilométeres fényutakat használtak, és bizony az interferencia azonnal jelentkezett, tehát igazolták 100 éve, hogy a fénysebesség irányfüggő. Tehát Einstein állítása, miszerint a fénysebesség abszolút és irányfüggetlen, ez nem igaz. És mégis mit tanítunk 100 éve? Azt, hogy igaz, de hát nem igaz. Hiszen már 25 óta tudjuk, hogy a fény sebessége az igenis irányfüggő. És amikor most néhány évvel ezelőtt egy LIGO nevű szerkentyűt építettek, és azt állították, hogy gravitációs hullámokat fogtak föl és mértek ki általa, akkor semmi más nem csináltak, mint a 1925-ös kísérletet megismételték, és amiket fogtak jelzéseket, azt mondták, hogy az gravitációs hullám. Hát nem az. Nagyon-nagyon fontos a következő kísérlet, ez csak bő 10 éves, ami teljesen új alapokra helyezni a világegyetemnek a fizikáját, csak nem beszélnek róla, mert ez is tiltott kategória lett. Ez az OPERA kísérlet arról szólt, hogy a CERN ütköző központból egy neutrinó nyalábot küldtek Gran Sassóba, Rómától nem messze, és azt tapasztalták, hogy a neutrinók a vákumban mért fénysebességnél nagyobb sebességgel érnek célba, mint a fény odaért volna. Tehát neutrinók hamarabb célba értek, mint a fény, és még tömegük is van. Tehát Einstein azon állítása, miszerint a fénysebessége tömeggel bíró részecske nem érheti el, ez téves, hiszen a neutrinók gyorsabbak, mint a vákumban mért fénysebesség, plusz még tömegük is van. Egy teljesen más fizikát igényelne. A 167 tudósból, aki ezt a kísérletet kivitelezte,
157 írta alá, hogy igen, ezt mértük, valóban így van. Egy héttel később nem volt állásuk. Fontos megismerkednünk a hullámok természetével, mielőtt az időgéphez közelítenénk. Ezek ismert dolgok, de jó így áttekinteni, hogy mindenki értsen mindent. Ugye kétfajta hullám van alapvetően, egyik a transzverzális, vagy egy keresztirányú hullám. Ezek energiája a haladási irányukra merőlegesen kerülnek leadásra. Ez rettentően fontos. Belehajítunk egy krumplit a fazékba, akkor transzverzális hullámok keletkeznek. Belugrik valaki a strandon a medencébe, ilyen típusú hullámok keletkeznek. Viszont van egy nagyon fontos dolog velük, amit szintén nem tanítanak általában. Az, hogy ilyen típusú hullámok csak is és kizárólag folyadékok felszínén, illetve szilárd anyagokban terjednek, tehát szilárd anyagokban. Ebből bosszantó körülmény jön, mivel létezik transzverzális fény, tehát keresztirányú, keresztirányú hullámú fény, következésképpen a világegyetem tere szilárd. Tehát egy szilárd világegyetemben élünk. Föltűnik? Nem, mert tudunk mozogni. Következésképpen ez a szilárd világegyetem, ez szupravezető. Különben nem bírnánk benne mozogni. Van egy másfajta hullám is, amiről kevesebbet szólnak, de előtte még nézzük meg azt a kísérletet, amiért Einstein igazából Nobel-díjat kapott. Azt állította, hogy a fény nyomása az, ami megforgatja ezt a bizonyos fénykereket. Egy vákumban elhelyezett kis lapocskákat tartalmazó kerékről van szó, a lapocskák egyik fele világos, másik fele sötét, így van, a fényt visszaverjék. Igen, de az előbb láttuk, hogy a transzverzális fényhullám nem fejt ki energiáját a haladási irányával egyező irányba, tehát ha valaki azt mondja, hogy ez a fény nyomás az, amit létrehozza ezt a forgást, akkor az nem tudja a fizikát. Hogy Einstein nem tudta a fizikát, az rendben van, hiszen nem tudta Einstein a fizikát. Matekból is megbuktatták. Hogy a Nobel-díj bizottság sem tudta a fizikát, egyik tagja sem, azért az már kínos. Roppantú kínos. Tehát itt nem a fény nyomása az, nem a transzverzális fény nyomása az, ami a kereket megforgatja, mert a transzverzális fénynek nincs nyomása a haladási irányába egyezően. De van egy másfajta hullám, amelynek viszont van, ez a hosszanti hullám, vagyis a longitudinális hullám. Ez például a beszéd kapcsán jelentkezik, különböző sűrűsödésekből és ritkulásokból áll, és ez a fajta hullám viszont a haladási irányába adja le az energiáját, tehát hogyha a fazekat a gáztűzhelyen oldalba vágjuk, az lesz ilyenfajta hullám. És ennek a hullámnak van nyomása, ennek a hullámtípusnak. Van két nagyon fontos különbség a kettő között, a hosszanti hullámok és a keresztirányú hullámok között. A keresztirányú és transzverzális hullámok energiája a távolsággal csökken méghozzá négyzetesen, vagyis aránylag hamar elhalnak. Viszont a hosszanti hullámok energiája a távolsággal csak jelentéktelen mértékben csökken, következésképpen rendkívül nagy távolságra eljutnak, és nagyon-nagyon hosszú időn át képesek fent maradni, mert hogy nem gyengülnek, vagy csak alig gyengülnek. Tesla készített ilyen jellegű készüléket, amelyik hosszanti hullámok segítségével kommunikál, és nagyjából végtelen sebességű a kommunikációs idő, és ami az érdekes az, hogy a 62-es katonai marsraszálláskor ezt a Tesla féle kommunikátort használták, amely a Mars-hold, Mars-föld viszonylatban azonnali választ ad, nem pedig 10-20 perceket. Ilyen készüléket lehet kapni az interneten. Bárki rendelhet, létezik, bárki beszélgethet Tesla generátorokkal végtelen sebességgel, akivel csak szeretne. Nagyon fontos következő kérdés az anyag, a teremtés és az okság viszonya.
Ugyanis a világban minden rezeg. Mindenféle dolog rezeg. A különböző tárgyak elemeinek is van rezgő mozgása, egész le a kvantum szintig, de a nagy elemeknek, mint a szuperhalmozatnak is van különböző rezgése. Sőt, az egész világ egyetemnek van egy rezgése, ami 10 a 27-en herc. Ennyi a mi világ egyetemünk alaprezgése, atomi szinten mérték ki. Most erre az alaprezgésre épül rá az összes úgymond élettelen dolog, meg az élő dolognak a rezgése is. Ugyanúgy, hogy régen a Kossuth adó hullám hosszára építették rá, mint vívő hullámra a Kossuth rádió műsorát. Azzal a különbséggel, hogy mivel a világ egyetemnek a rezgése az egy hosszanti rezgés, az összes rezgés, ami a világ egyetemen történik, mint információ, az ott rögzítődik és megmarad, tehát semmilyen információ nem vész el. Mióta a világegyetem létezik, márpedig örök idők óta létezik. És ugyanilyen rezgés a vágy. Ha valaki vágyik valamire, az egy rezgést kelt. Nyilván a tudatunk, az auránk fogja ezt a rezgést kisugározni. És ez a rezgés, ez rezonanciát fog kelteni, és minél erősebb ez a rezgés, minél tisztább szívvel kívánunk vagy vágyunk valamire, és azt őszintén tesszük, annál nagyobb energiát tudunk belevinni ebbe a bizonyos világegyetem rezgésbe, ami rezonál ránk, és visszatér hozzánk. Tehát nem a vonzás törvénye érvényesül, nem a sütgalomb effektus, hanem amire vágyunk, abba viszünk bele rezgésünkkel energiát, és az tér vissza hozzánk, olykor jelentősen felerősödve. Erre írja a Colbrin Kádeus Biblia, hogy ahol szándék van, ott út is, ahol élet van, ott remény is. Tehát ahol szándék van, ott út is, mert ahol megvan egy vágy, egy rezgés, amit szeretnénk elérni, abban a pillanatban egy rezonancia nyílik rá, és az út megnyílik, hogy azt elérjük. Ez a teremtésnek a lényege. Mi vagyunk a teremtők. Viszont az emberi tudat az egy különleges valami. Képes nem hagyományos módon érzékelni, vagyis olyan módon, amihez nem kellenek az ismert érzékszervek. És ilyen módon a saját oksági esemény sorába be tud avatkozni megérzések vagy jósló álmok segítségével. Amikor megérzünk valamit, megálmodunk valamit, és aszerint cselekszünk, megelőzzük a következményt, mielőtt még az ok egyáltalán kialakulna, tehát az okot meg tudjuk változtatni. Vagyis nem vagyunk rabjai sem a sorsnak, sem egyfajta kényszerpályának, sem karmának nem vagyunk a rabjai. Ugyanis az oksági lánc bármikor megtörhető. Mert hogy nem létezik oksági lánc kötelező érvénnyel. Csak elszántság kell, akarat, eltökéltség és vágy, hogy valamint változtassunk, és az életünk tényleg megváltozik, azonnal megváltozik. Mert a döntéskor megváltozik. Hogy jön mindez az időlátó géphez, majd kiderül később vagy menet közben. Nyilván a múltat a Vatikán szeretné feltárni, hiszen a Vatikánhoz, mint a római egyház, tartozik nagyjából bő 1 milliárd hívő, akik elhisznek nagyon sok mindent, többek között az engedelmességet, az alázatosságot és így tovább, tehát kiválóan lehet őket irányítani. Tehát egy 1 milliárdos tömeg, amelyeket lehet irányítani, az nagyon vonzó mindenki számára, aki hatalomra tör, vagy szeretné azt megtartani. De mivel a Vatikánnak van egy bibliája, egy szentírása, nyilván kíváncsiak rá, hogy az milyen szinten érvényes, hogy egyáltalán érvényes-e. És hogyha azzal szemben álló dolgokat kezdenek egyesek pedzegetni, mint mondjuk Giordano Bruno, akkor villámgyorsan eltüntetik.
az élet színpadáról is akár. De a Vatikánnak a befolyása most már odáig tart, hogy nem csak vallási kérdésekről szól és szól bele, hanem bizony a tudományban is kőkeményen, a kvantumfizikától egészen a biológiáig. Nem véletlen, hogy a CERN atomütköztetőnek a 33%-os tulajdona a Vatikán. Tehát azért sokat elmond. Tehát a Vatikán nem csak a vallást akarja irányítani, hanem a tudományt is. Minden eszközzel, ami rendelkezésére áll. Az időlátógépet Pellegrino Ernetti atyához kötjük, aki egy velencei bencés rendi szerzetes volt, és számára fontos volt az igazság felderítése. Egyetemi kart vezetett a pre-polifon zene kutatása terén, híres ördögűző volt, és nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozott. A 60-as években, amikor éppen 23. János pápa uralkodott, látta az időt elérkezettnek, hogy beszéljen a nyilvánosság előtt is, arról, hogy már 10 éve rendelkezik egy időlátó géppel, amelyet egy tudós csoporttal hozott létre. Egyébként nem is 23 a sorszám, mert hogy 20. nem is volt. Tehát 23-as sorszám rossz János pápa kapcsán. A kutatócsoportban nagyon híres emberek voltak, többek közt Enrico Fermi, aki az atommaghasadást elsőként létrehozta atomreaktorban, Nobel-díjat kapott érte. Werner von Braun, a rakétamérnök, aki London bombázására volt ugye híres, meg a későbbi NASA rakéták tervezőjeként. Otto Matthias Portugáliából, és egy japán Nobel-díjas, később kapott Nobel-díjat, Yukawa Hideki, aki viszont az erős atomi kölcsönhatásnak az elméletét dolgozta ki. Tehát ha azt állítja valaki, hogy oké, ez az egész dolog egy zöldség, ez egy fantazmagória, nem volt semmiféle időlátó gép, meg egyáltalán, akkor a kérdést meg kell válaszolnia, hogy rendben, nem volt, oké, de akkor ez a csoport mind dolgozott. Mert van róluk közös fotó, és hogyha nem az időlátó gépet alkották meg, akkor mit? Semmiféle más kutatás nem kapcsolódik hozzájuk, csak ez. Nagy nyilvánosság előtt is volt szó a készülékről. A készüléket magát nem mutatták be, a készülékkel készült anyagot nem mutatták be, de volt egy nagyon komoly sajtótájékoztató 72. május 18-án, és erről az én hitoktató papom ott Szentesen hallott. Az egyházi körökben is teljesen ismert volt, hogy ez történt ott Olaszországban, egy ilyen készüléket bemutattak, vagyis beszéltek róla, a készüléket magát nem. Voltak tévéfelvételek, újságcikkek, minden, sok minden. Viszont ezeket a videókat, az akkori tévéfelvételeket nem lehet elérni, mondván, hogy személyiségi jogot sért, hogyha valaki ezt megnézni, hát kiét. 50 év eltelt. Nem lehet őket elérni, próbálkoztam velük, nem sikerült. Olaszországban sem sikerült a fejteleknek a nyomára bukkannom. Az akkoriban megjelent újságokból, amelyeket összekötöttek évfolyamonként, hiányzik a május végi vasárnapi számnak ez a három oldala, ami erről a készülékről szól. Egyszerűen kitépik belőle. Ha nem arról szól, akkor mi az a három oldal, ami mindenhol hiányzik? Tehát vissza lehet kérdezni, hogy ha ez egy fantázia, akkor miért pont a három oldal hiányzik? És mi volt ott, hogyha hiányzik? Másik kérdés is fölmerül, ugye, az, hogy egy egyszerű, úgymond egyszerű bencés szeretes, aki azon dolgozik, hogy különböző ősi hangokat, énekhangokat hogyan lehet reprodukálni, visszaadni, képes volt-e a múltból jeleket felfogni? Vagy ezt csak ő kitalálta, úgymond? Gemelli atyával dolgoztak együtt, akkoriban még drótos típusú magnók voltak, tehát nem szalagos magnók, hanem drótos magnók, és ilyen eszközökkel dolgoztak. Viszont
egy nagyon eltökélt kutató volt, habár egyházi ember, és Máté evangéliumát nagyon gyakran idézte, miszerint, tehát ne rettenjetek meg tőlük, mert nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Tehát ő nem félt attól, hogyha bármit is megtud, az úgymond veszélyes lenne a világra, az igazsága számára fontosabb volt, mint bárki más érdeke, vagy a sajátja esetleg, és ez az én vezérelvem is, az igazság mindennél fontosabb. Volt egy másik szintén pap, de ő francia, aki viszont elmerült munkát végzett a különböző úgymond parajenségeknek a világában, de nagyon jól ismert az ősi nyelveket, hiszen tanult a Sorbonne Egyetemen, illetve, ami nagyon furcsa, kutatta az élet-halál mezgye világát is, és tagja volt például a haldoklási tapasztalatok tanulmányozásával foglalkozó nemzetközi szervezetnek, és a luxemburgi és németországi transzkommunikációs egyesületnek, papként. És nagyon komoly munkát végzett ő is, többször felkereste Ernesti atyát, illetve azokat is felkereste, akit az atya ismert, és próbálta a kronvízornak a titkát, a múltját felkutatni, az ő forrásait használtam elég jelentős arányban, olasz nyelvű forrásait. A két atya már 64-ben találkozott, és rögtön jó barátságba kerültek, mert egyezett a véleményük abból a szempontból, hogy amit az egyház megpróbál Jézus csodái kapcsán tenni, az nem helyes. Vagyis megpróbálták Jézus csodáit matematikai, illetve valóság elven magyarázni, a csodát kihagyja belőle. És ez nem tetszett egyiküknek sem, ebben egyetértettek. Ernesti atya a San Giorgio Maggiore bencés apátságban élt és lakott, és itt látogatta meg őt többször, Brun, franciáról van szó, atya. Ez az a bizonyos kolostor, és székesegyház, vagy templom, ki tudja milyen kategória, ahol Ernesti atya élt, velencei kis sziget, csodaszép. Azon beszélgettek már az első alkalommal, hogy Ernesti atya egy olyan eszközzel rendelkezik, amely el tudná hallgattatni a Jézus csodatévő képességében kétkedő hangokat. Ekkor mi csak említést tett róla. Viszont ezen a vonalon elindulva, elmélyedve, plusz ugye az időlátogépnek a birtoklása, Ernesti atyát arra az eredményre juttatta, ami engem is, csak engem sok évtizeddel később, miszerint a világegyetem élő, önszervező, intelligens rendszer. Ezt ő papként tartotta így. Hát nem örültek neki ennek sem. Vagyis azt állította, hogy a világegyetemben minden, a legparányibb résztől, az atomi részektől, egészen föl a galaktikus rendszerekig, tehát minden él. És ő arra gondolt, hogy az a világ, amit ők az időlátógéppel kutatnak, és fizikailag is próbálnak alátámasztani elméleti úton, az a világ egy különleges hullámtérre korlátozódik, és ez leginkább az elemi részeknek a világa. Ő ezt így gondolta. Azt vallották akkoriban, hogy egy időlátó gép megépítés az egy lehetetlenség. H.G. Wells regénye, az időgép, az csak egy sci-fi, az nem létezik, az csak egy klassz, izgalmas mese, de ilyen nincs.
Viszont, ahogy a különböző magnós technikákat használták, és ez a tudós gárda összedugta a fejét, rájöttek arra, hogy egy ilyen szerkentyűt igenis meg lehet építeni, és nem is túl bonyolult. Viszont az atya a saját fogadalmával és az egyházzal szembesült, amikor egyre több és több információt tudott meg az időgép által, és ahogy átnéztem a munkásságát, az derül ki számomra, hogy ő a vallását és a fogadalmát tette előtérbe, vagyis itt-ott megváltoztatta azt, amit látott, illetve a beszámolóit megváltoztatta a valóságról, amit látott. Viszont tett néhány elejtett célzást, amiről lehette azért nagyon sok mindent sejteni, vagy sejtetni engedett, de az biztos, hogy ő a vallását tette első helyre, és nem azt, amit tapasztalt. Azt állította ugyanis, hogy nem látták, amikor Jézus utolsó útját követték, a Veronika Kendőjével kapcsolatos eseményeket. Hogy ezt nem látták, pedig többször végignézték. Most ez nem hihető azért, mert hogy a kendő megvan. A Veronika kendője megvan, Oviedóban őrzik, és a arc lenyomat, amit tartalmaz, és a vércsoport is, amit tartalmaz, azonos a torinói lepellel. Tehát itt nincs mese. Veronika igenis létezett, és odaadta a kendőjét Jézusnak, hogy törölje meg az arcát, hogy ő törölte meg. Nem látták Jézusnak a kereszttel való elesését sem. Viszont a hagyomány ezt őrzi. Látták viszont, hogy János apostol a kereszt mellett áll Szűz Mária és Mária Magdolna társaságában, ami lehetetlenség, mert a római katonák férfiakat nem engedtek a kivégzés helyszínére. Hiszen a hóhérok fegyver nélkül dolgoznak, hát nyilván az a dolguk, hogy a elítéltet kivégezzék, és nem azt, hogy védekezzenek egy támadás esetén. Egy helyőrség minimális katonai létszámmal volt csak a kivégzéseknek a helyszínén. Férfiakat nem engedtek a kivégzés helyszínére. Következésképpen két nő az stimmel, Jézus felesége és Jézus anyja, a két legközelebbi hozzátartozó. Tehát íme a anyád, íme a fiad, az nem János apostolnak szólt, hanem Mária Magdolnának, aki Jézus feleségeként átvette az anya gondozását, ha Jézus meghalt volna a kereszten, de nem halt meg. Mit mond Ernetti atya szó szerint a feltámadásról? Látták a feltámadást? Igen, ezt nagyon nehéz leírni. Olyan volt, mint egy sziluett, egy alak, egy vékony, megvilágított alabástrom szilánkon keresztül, vagy mint egy kristályon keresztül. Aztán apránként láttuk Jézus egész életét, a feltámadása utáni megjelenéseit. És most itt kell tudni a sorok közt olvasni, meg picit gondolkozni is. Egy időlátó gép egy halottat nem érzékel. Nyilván nem. Csak élő embert, élő lényt képes érzékelni. Az evangéliumokban sem, már amelyikben szó esik erről, a feltámadt kifejezés szerepel, hanem a magához tért kifejezés szerepel, holott Lázár esetében viszont a feltámadt fogalmat használja a Biblia evangélium írója. Jézus feltámadása esetén nem azt a szót használja, hanem azt, hogy magához tért. Az alabástrom szilánkon való homályos látás azt jelenteti, hogy Jézus, ez nyilvánvaló is, egy borzalmasan súlyos, sokkos, életveszélyes állapotban volt, egy rendkívül mély ájulásból tért magához. Valószínűleg már várták a sírban a segítséget nyújtók, apostolok, családtagok, hogy azonnal ellássák. Ez a valószínű. Amit Jézusról is láttak és hallottak, mindent dokumentáltak, de megnézték Mussolinit, ókori színházi eladásokat, nagyon-nagyon sok mindent megnéztek az időlátógép segítségével, és mindent dokumentáltak. Lefilmezték, amit az időlátógép
közvetít, azzal a különbséggel, hogy az időlátógép mindent háromdimenziós hologramként jelentett meg. A skalár hullámok ilyen típusú hullámok. Holografikus ismereteket hordoznak. Tehát ezek a felvételek megvannak. És egy érdekes momentum ehhez, hogy bizony a múlt hangjait vissza lehet nyerni. Gemelli atya esete, aki amikor próbálták a zenét, a Gregorián dalamokat fölvenni, majd visszahallgatni a drótos magnóról, egyszer azt tapasztalták, hogy Gemelli atyának az apja szólal meg a magnón. Tehát egy rég elhunyt ember szólalt meg egy magnó dróton. Manapság már ez egy tudományterület. Nagyon-nagyon sokan foglalkoznak azzal, hogy képeket, illetve rádióval, telefonnal hangokat rögzítsenek a múltból. Mert erre van lehetőség, és ez a tudományterület azt a nevet viseli, hogy instrumentális transzkommunikáció. Tehát kimennek a temetőbe különböző készlékekkel, bekapcsolják, ott hagyják, vagy nem hagyják ott, és a halottak szellemei szólnak, megjelennek a különböző felvételeken. És ez tény. Néhány dolgot bemutatok, főleg olasz és francia területről, melyek Magyarországon nem ismertek. Egy-egy könyvet némelyik külön-külön megérdemelni, mert annyira fantasztikus. Egy úgymond jelentőségében kisebb eset az, ami Pierre Mounier szelleme hajtott végre, amikor az édesanyját és a barátját elvezette a szellem arra a helyre, ahol őt megölték az első világháborúban. De Yvonne anya például jósló álmokat tudott tenni a saját életére vonatkozóan. Ezek olyan események, amiket most parajelenségnek hívnánk, de ezek mind valóságos dolgok. Kenneth Ring nagyon sokat kutatott ezen a területen. Különlegessége az, hogy voltak olyan alanyai, akik képesek voltak párhuzamos jövőket megtapasztalni. Tehát látták azt egyes alanyai, hogy bizonyos esetekben melyik jövő vonal valósulna meg. Illetve volt egy művész, Gérard Croisé, aki nem csak gyógyított, nem csak parapszichológus volt, hanem meg tudta mondani azt, mivel művész is volt, hogy este az előadáson, mit tudom én, a 8. sor bal 6-os székén ki fog ülni, hogy fog kinézni, mi lesz a foglalkozása és mi a múltja. Semmit nem tudott. Megmondták, hogy arról a székről beszéljen, és akkor elmondta, ki lesz ott. Ilyen képességei voltak. Volt egy egészen fantasztikus hölgy, Boldog Anna Mária Taiji, aki egy élő kronovízor volt. Tehát élő emberként tudta mindazt, amit a időlátógép később több száz évvel. Ugyanis 47 éven át, éjjel-nappal, a házban, a templomban, az utcán, ebben az örökké ragyogó kicsiny napban látta a Föld minden fizikai és erkölcsi dolgát. Behatolt a mélységekbe, és felemelkedett a mennybe, ahol látta a halottak sorsát. Érzékelt a jelenlévők vagy távoli személyek legtitkosabb gondolatait, az elmúlt évszázadok eseményeit és szereplőit, a tárgy, amire gondolt, tisztán és teljesen megjelent előtte. Tehát ő, amikor koncentrált, egy kicsiny napban nézett, amit nyilván csak ő látott, tehát egy gömbbe, egy fényes gömbbe nézett, amit csak ő látott, hogy ott van valahol előtte, és ebbe a gömbbe tekintve, nyilván kicsinyítve, mindent, mindenhonnan, bármelyik időből képes volt megmondani, hajszál pontosan. Egy élő időlátógép volt. Márpedig, amit az emberi tudat képes produkálni, azt géppel is meg lehet valósítani. Egy másik hölgy, szintén olasz, Natuzza Evola, aki viszont térugrásokat volt képes végrehajtani. Saját szavait idézem ismét. Nemrég Genfbe,
máskor Londonba utaztam. Úgy tűnik, az utazás nem tart sokáig. Azonnal ott vagyok, ahol lennem kell, függetlenül a távolságtól. Amikor meglátogatok valakit, közvetlenül a szobájában találom magam, vagy gyakrabban a szomszédos szobában, ahol az a személy van, akit meg kell látogatnom. Kinyitom az ajtót, becsukom, és az akció véget ér. Soha nincs az a benyomásom, hogy falakat vagy anyagi akadályokat lépnék át. Közvetlenül ott találom magam, ahová mennem kell, akár több ezer kilométerre is, azonnal. Testestől, lelkestől, mindenestől. Ő stigmatizált nő volt, elkezdett vérezni a különböző testrészein, ahol a képen is látszik, és letörölték a vért a bőréről, azon vagy valamilyen szöveg jelent meg, vagy valamilyen kép vagy ábra. Egészen döbbenetes, hogy mit tudott ő csinálni. Egy kutató páros, akit megemlítenék, ők egyértelműen arra orientálódtak, csúnya magyar szó, koncentráltak, még csúnyább összpontosítottak, hogy a retrokognitív tisztánlátást feltárják, hogy mi ez. Ez olyan fajta tisztánlátás, amikor az okozat pontos leírása időben lényegesen megelőzi az ok megtörténtét. Tehát magyarul az ok-okság láncolatát sértő vizsgálatokat végeztek, rengeteget, és sikerrel jártak. Volt, hogy másfél órával megelőzte a következmény az okot. Tehát nyilván ilyen nincs. Normál, úgymond normál háromdimenziós világban. László Ervin, az ő nővel bizonyára mindenki előtt ismert, szintén rájött a megoldásra, ő filozófusként jött rá a megoldásra, arra a módszerre, ahogy az időlátógép működött. Vagyis, hogy holografikus, háromdimenziós képeket tudott szolgáltatni. Hiszen a skalár teret, vagy a Tesla hullámtér néven ismerte teret vizsgálta, és azt kutatta az időlátógép. Azt mondja László Ervin, a holografikus megőrzés tulajdonságai azt jelentik, hogy ha egy egyetemes mező holografikus közeg lenne, akkor egy ilyen mező rögzítené a világegyetemben történt összes eseményt, és ha elpusztíthatatlan lenne, akkor minden információ, amelyet ez a mező egy adott pillanatig rögzített, bármikor és bárhol újra előkerülhetne. Filozófusként ő ugye feltételes módot használt, de hát itt nem kell a feltételes mód. Rájött az egésznek a nyitjára. Teljesen jól látta. Senkovszki professzor szintén belemerült ebbe a világba, és 87-ben a már réges-régóta házi őrizetben lévő atyával tudott egy több órás beszélgetést folytatni. Ezt következtette ki. Ernetti atya felfogása, amely szerint a hang és a képhullámok a Földön a személyes és a történelmi események kettős nyomaként maradnak fenn, és ezért rekonstruálhatók, ebben a formában nem fogadható el korlátozás nélkül, az entrópia általánosan elfogadott tanítása szerint a fizikai jeleknek bele kellene olvadniuk a háttérzajba, és nem lenne lehetőség a helyreállításra. Professzorként nem ismerte a skalár, vagyis a hosszantirányú hullámok fizikáját. Ez ciki, mert akkor nem mondott volna ilyet. Ez a kereszt irányú hullámokra igaz, amit ő mondott, a hosszanti irányokra nem igaz. Edison is tette egy jóslást, de róla tudjuk, hogy lényegében az összes találmányát mástól lopta, főleg Teslától, és ebben az esetben is ezt érzem mögötte, hogy amikor ezt a meglátását ő elmondta, akkor Teslára tettett egy célzást. Miszerint lehetséges lesz a hegyi beszédet magának Jézusnak a szavaival és hangján rögzíteni. Igen, ez lehetséges. Volt és most is lehetséges. Ugye Teslának az összes dolgát azonnal lenyúlta a honvédség, mihelyt meghalt,
és Tesla nagyon keveset írt le, ő mindent fejből csinált, elképesztő memóriával rendelkezett, de bizonyára ott van közte az általa épített időlátógép, mert ő is épített egyet. És ugye Tesla egészen jól beszélt magyarul, mert hogy nagyon sokat járt Magyarországon, és itt is élt nagyon sokáig. Minő véletlen. Viszont amiről van kép, és ez nagyon ritka, mert más készülékről nincs, ez a George Walter de la Warre időlátó gépe. A feleségével látjuk a készülék mellett. Ez az egyetlen fotó lényegében, amely egy időlátó gépről készült. Se az Eneti atyáiról, se a Tesláiról, se máséről nincs fotó a birtokomban, amit be tudnék mutatni. A Delaware-féle időlátógépről van fotó, ez az egy. Ő egy angliai úriember volt, ugyanazt megcsinálta, amit Eneti atya. Időlátógépet épített. Nem tudom az ő készülékével mi lett, fogalmam sincs, nyomát sem találom, de ha valaki rákeres, megtalálhatja az információt, hogy igen, épített ilyen készüléket. Tehát nem csak egy van az Eneti atyaféle időlátó készülék, hanem egy másik biztosan van, mert hogy fotó is van róla. Nagyon furcsa még a következő tudomány terület, ez a gondolatfényképezés, amikor egy lezárt vagy nem lezárt objektívvel rendelkező fényképezőgépbe, akár digitális fényképezőgépbe is, puszta akarat erővel képeket tudnak rávinni a filmre, vagy a CCD rögzítő felületre. Ugyanis azt is mondták, hogy Eneti atya valami ilyesmit csinált, amikor az időlátógéppel dolgozott, hogy az ő agyának a kisugárzása volt, amit a készülék megjelenített. Hát nagyon nem. Viszont a jelenség létezik. A legismertebb képviselője az Ted Serios, illetve Masuyaki Kiyota, de Uri Geller is tudta ezt, a technikát. Ők hárman a világon a legismertebbek ebből a szempontból. Az atyáról essen néhány szó, most már a hátteret egészen jól fölvázoltam, nagyjából természetesen mi mindenhez kapcsolható ez a szerkezet. Eneti atya, tehát zenetudós volt, az ősi zenét kutatta, mellette ismert ördögűző, és 72-ben, ahogy ez a nagy nyilvánosságot beengedő tájékoztató elhangzott, a készüléket elvették tőle, általában szétszerelték, ez az, amit nem hiszek el, és őt ott hagyták mindenféle bizonyíték nélkül. Tehát elvették a feljegyzéseit, a dokumentumait és magát a készüléket is. Tehát 72 után ő már csak az emlékeiből élt, úgymond, viszont nem mert és nem is beszélhetett mindenről őszintén, mert hogy egyrészt fogadalmat tett az egyház felé, másrészt meg a pápa rászólt, hogy mit szabad és mit nem, és nyilván attól is félt, hogyha bármit beszél, akkor még testőrökkel sem hagyhatja el a kolostort, ahol élt. Viszont nem is hazudhatott. Emiatt a teljes igazságát, töredékét ismerjük csak meg. Azt mondták rá, hogy mítoszmániás volt, hogy elszántan kereste a fantáziájának az alátámasztásait és hasonlókat, de mivel az egyik legjobb ördögűzőnek tartották, nyilván nem küldenek pszichológusok vagy paptársak hozzá olyan embereket, akik bajba vannak, egy mítoszmániás megszállathoz úgymond. Az ördögűzésről ezt mondta Eneti atya. Vannak azonban olyan esetek, amikor segíteni kell nekik beismerni ezt, és támogatni őket, vegyék saját kezükbe problémáik megoldását. Vannak olyan esetek, amikor bele kell menni ebbe a játékba, együtt kell játszani a hozzánk fordulóval, el kell tudni fogadni, hogy a paciens azt hiszi, az a meggyőződése, amit mond és érez. Ebből kell mindig kiindulni, vagyis ő abból indult ki, hogyha egy megszállott ember hozzáfordul, hogy akkor ő valóban megszállott, és belement ebbe a játékba, ahol tudta, hogy nem ez az a helyzet. De ezt ő így látta. Ami egy érdekes kapcsolat, amire én jöttem rá, ez pedig az, hogy
első János Pál, boldoggá avatták, Velencének volt pátriarkája. Magyarul Ernesti atyának személyes ismerőse volt. Albino Luciani, a fehér fény, így hívták első János Pált. Nyilván mivel pápa lett, megkapta a kronvízort, mint az amerikai elnök az atombőröndöt, és ő nyilván használta is, hiszen azonnal összeírta, hogy Vatikánból kit kell eltávolítani. Mely bíborosokat, mely bankárokat, mely tisztviselőket, és így tovább. És azonnal meg is mérgezték ezért a törekvésért. 33 nap, ugye szabadkönyves célzás, 33 nap. Vio, argentin bíboros ölte meg első János Pál pápát, és utána lett ugye második János Pál, Karol Wojtyla, aki erről mindent tudott nyilvánvaló. A pápagyilkosságról és mindenről. És minő véletlen, hogy ugye argentin ember, argentin bíboros ölte meg a pápát, most egy argentin pápa van. Akiről egyébként rózsakeresztes, tehát szintén benne van ebben a csoportban. Az egyetlen pápa volt utóbbi hosszabb időben, aki mosolygott. Szenzációs ember volt, hát ezért pápaként nem élhetett csak 33 napig. Úgymond tárgyi bizonyíték a időlátógép révén a Quintus Ennius, egy ókori verses szavalat, egy színmű. És ezt is sikerült az időlátógéppel rögzíteni, és erről be is számolt az atya a gardatavi kongresszuson. Összefüggés volt, hiszen a régi költeményeket énekelték tulajdonképpen, és ezért volt számára ez a korszak izgalmas, hiszen, ahogy mondta, ez egy dór nyelvvarázsban előadott szavalat volt hatalmas, szuggesztív erővel. És ezt a szavalatot ő leírta a kronvízor segítségével 121 versszakot. És ebből 11 volt ismert más forrásokból, és azzal vádolták meg az atyát, hogy ezt ő találta ki a többi 110 versszakot, és ez az ő költeménye, mert hogy ő is jól beszélt latinul, és megpróbálták megtámadni, hogy ez miért hamisítvány az egész, és miért ő találta ki. Igen, ám csak ez a tipikus fagyi viszonyal esete, amikor aki próbálja cáfolni a valódit, az olyan hibákat követ el, ami sikít. És ez a kontraproduktív, mondják csúnyán, vagyis azáltal, hogy megpróbálta megcáfolni az Ernesti atya által leírt Quintus Ennius verszakokat, azt igazolta éppenséggel, hogy azok hitelesek. Mert a cáfolat az teljesen téves kiindulásból fakad, le is írtam pontosan. Volt egy francia tudós, aki beszélt szintén Ernesti atyával, az egész dolgot megvizsgálta. Nyilván ő sem mondhatott el mindent a nyilvánosság előtt, Rémi Chauvinről van szó. Ha igaz, amit nekem mondtak, akkor ez egyszerűen minden idők legkülönlegesebb tudományos felfedezése, amely még az atombombánál is nagyobb szenzációt okozna. Imádom a sci-fit, különösen, ha valós. De óvakodom attól, hogy azt állítsuk, hogy valami lehetetlen. Valahányszor ezt állították, mindig kénytelenek voltunk egyetérteni abban, hogy kijelentésük nem állta meg a helyét. Végül is emlékszem a kvantumfizikusok hatalmas állítására, miszerint nem létezik sem múlt, sem jövő, hanem csak egy örökké mozdulatlan jelen van, az egyetlen mozgást az emberi tudat idézi elő, szerintük. És mindezt a legnagyobb hidegvérrel mondják, mintha magától értetődő lenne. Az időben való elmozdulás teóriája tehát talán nem is olyan őrült, mint az előbb említett elmélet, hiszen itt is csak az örök jelenben való mozgásról van szó. Az a bizonyos kvantumfizikai elmélet az a biocentrizmus nevét viseli,
és alapvetően téves, hiszen minden olyat kihagynak belőle, ami cáfolja, nyilván, mert akkor nem lehetne ezt terjeszteni. A Lanza professzora egyik kidolgozója, és Nobel-díjra is jelölték már többször, de hát az egész elmélet rossz. Arról is szólt Ernesti atya, hogy látták azt az epizód sort, mert megnézték, amikor Mózes megkapta a 10 parancsolatot. És itt egy elhintett mondatot tesz, miszerint most már ismert az eredeti szöveg. Magyarul a Bibliában lévő szöveg az nem az eredeti. A Kebra Nagast kapcsán elmeséltem egészen pontosan ezt a részét a történetnek, miszerint Mózes azonos ugye Elkneton fáraóval, Dr. Barát Tibornak és Borba Jánosnak többek közt köszönhetően tudjuk, hogy Egyiptomban ómagyarul beszéltek, lásd a lénpapírus megfejtése, akkor nyilván, hogyha Mózes Egyiptomnak volt fáraója, miközben Elkneton néven, és Eknaton, én a tan néven, és ő kapta meg a Isten újjával írt parancsokat, akkor az semmilyen más írással nem lehet rögzítve, mint vagy hieroglif írással, vagy ugye a démotikussal, vagy hieratikus írással, amit mi magyarul el tudunk olvasni, mert magyarul van. Ez a 10 parancsnak a titka. Nagyon furcsa az, hogy amikor az ember ilyen jellegű munkát végez, kutató munkát, akkor egyfajta vezetést tapasztal. Ezt én is átéltem, egészen döbbenetes módon tudnék róla hosszan beszélni. Az is köztudott, hogy vannak olyan médiumok, akik elhunyt írók, költők, művészek, zeneszerzők, festők munkáit adják át. Egy angol háziasszony, semmi extra. Több száz zeneművet kottázott le, többek között Liszt Ferenctől is. És olyan szinten adta vissza az elhunyt zeneszerzőknek a zenéjét, hogy arra a szakértők nem tudták eldönteni, hogy az nem igazi és hiteles Beethoven, vagy Bach, vagy Liszt Ferenc mű. Annyira pontos volt a lekottázása, annak az angol háziasszonynak, aki egyébként nem tanult zenét meg kottázását. Ha művészek képesek üzenni a túlvilágról, úgymond, akkor erre képesek tudósok is. Tehát tudósok kutatását, amit a síron túl végeznek, szintén meg lehet ismerni médiumok segítségével. És ez egészen döbbenetes távlat. Vagyis magától, Ernesti atyától is tudunk kapni válaszokat. Igazi válaszokat, mert most már nem kötélt az egyház, meg az esküje. Azt mondta egy ilyen médiumi alkalmon, hogy a szabadságod a tiéd, vagyis mindenki maga dönti el, hogy milyen irányban kutat, és milyen mélységben teszi meg. Érdekes az a szétválasztás, hogy mit nevezünk természetesnek, vagy természet felettinek. Ez egyéni döntés szerintem, hogy ki mit gondol saját magára nézve természetesnek, vagy éppenséggel természet felettinek. Hiszen mindenkivel történnek egészen furcsa események, csodák, én így hívom, bár nyilván nagyon sokszor van rá magyarázat. De ha tudom azt, mert tudom, megtapasztaltam, meg nagyon sokan mások is nyilván, főleg anyák, hogy az okság rendje nem mindig érvényesül, sőt, nagyon nem, akkor persze, az, ha ez úgy ér, hogy villámcsapás szerűen, akkor ez egy csoda. De hát az okság megsértése az nem csoda, hanem az a valóság. Csak nem ehhez tudunk hozzászokva, vagy nem figyelünk rá. Az oksági láncot meg lehet sérteni, könnyedén. Brün atya megkereste Ernesti atya nővérét, aki szintén apáca volt, tehát szerzetes, Germana nővért, és beszélgettek az atyával. Kérdezte Brün atya Ernesti atya nővérét, hogy mit tud a időlátó gépről. Hát nagyjából semmit, mert a gyermekkorukról
beszélgettek, amikor találkoztak. Viszont arról tett említést, hogy próbálkoznak a túlvilági hangok rögzítésével, magnón. És a nővér, Ernest atya testvére, föl is tette a kérdést, hogy olyan mit szól ehhez az egyház. Jogosan érezte, hogy nem örülnek neki. Megkeresett Brünn atya egy másik egyházi embert, méghozzá Antonio Mistroligo bíborost, aki Ernest atya barátja volt nagyon hosszú időn keresztül. Ő azt állítja, hogy a kronvízor nem is létezett soha. Hogy az atya csak ígérgette, hogy majd fog neki mutatni valamit, de igazából soha nem látta ezt a készüléket, és ha bár az atya halála után ő gondozta az iratait, semmit nem talált az időlátógépre. Persze nem talált, hiszen már az 72-ben mindent eltintettek. Persze nem talált semmit. Nem is találhatott. Lényeg, hogy letagadta a barát, hogy ilyen készülék valaha létezett. Nyilván nem mondott igazat, mert akkor a kutatócsoport mivel foglalkozott volna, az is egyértelmű, hogy pápai parancsra tette ezt a tagadást, a pápa pedig ugye második János Pál volt. Majd később a Hitler-Jugendes 16. Benedek. Viszont nem lehet tartósan és jól hazudni, mert hogy ha valaki próbál sokáig hazudni, akkor előbb-utóbb beleesik különböző ellentmondásokba, és ezáltal nyilván elárulja saját magát. Itt mindig arra kell törekedni, hogy keressünk olyan embereket, akik még azokat a dolgokat megtapasztalták, amiről azt gondoljuk, hogy csalás, vagy éppenséggel, hogy valóság volt, és bizony szerencsére mindig lehet ilyen embereket találni, akik beszélnek. Ez így történt nem csak a időlátógép kapcsán, hanem az Apollo Holds csalásnál, vagy a Challenger, vagy a kolumbiai űrrepülőgép katasztrófája esetén is. Mindig van, aki beszél. Meg is tették. Krassa Péter írt egy könyvet a kronovízorról, ezt Amerikában adták ki, és az ottani kiadóhoz Vatikánból ment egy névtelen levél, és arról szólt, hogy ez az egész kronovízor történet, ez egy hazugság, ez egy agyrém, és azt próbálta kitalálni a levél szerzője, hogy ezt az egész történetet Ernesti atya egy halál közeli élmény során látta, és erről hitte azt, hogy valóság. És arról is szólt, hogy a korábbi életeiben volt ezen a bizonyos Quintus Ennius előadáson, és már többször reinkarnálódott, és már Leonardo is együtt dolgoztak az időlátó gépen, és persze soha nem sikerült neki megcsinálni. És az atyát támadta, hogy fantáziál, hogy halál közeli élményben látta az egészet, hogy ez az egész egy ostobaság és valótlanság. Igen, ezt én is tapasztalom már úgy közel 50 éve, ezt a taktikát, hogy ha nem tudsz az érvekkel mit kezdeni, támad az érvelőt. Ez megy most is. A könyvben leírom pontosan, hogy melyek azok a téves állítások, amelyeket próbál felhozni, és amit cáfolni szeretne, és mivel cáfolni szeretne és rosszul teszi, ezáltal az igazságot támasztja alá. Az is egyértelmű, hogy ezt az írást megrendelték, és az is egyértelmű, hogy ki volt az, aki megrendelte. Hát vagy Ratzinger, vagy második János Pál. Amiről viszont kevesebb szó esik, vagy akiről kevesebb szó esik, ez a bizonyos paptárs, akit Luigi Borellónak hívtak, és ő is épített időlátógépet. Szintén olasz volt, minő véletlen. Olaszországban elég sok mindent építettek, még atomreaktort is elsőként. Vajon honnan a tudás? Hát onnan a vatikáni könyvtárból. Ő nevezte egyébként el a készüléket állítólag kronovízornak, bár eleinte ő pszichométernek hívta.
teljesen új tudat működési filozófiát, elméletet tárt föl, ami egészen döbbenetes, majd erről is mindjárt esik szó. Azt állította Borello atya, hogy minden esemény, amely egy adott helyen történik, egyfajta vékony patinát rak le az ott lévő tárgyakon, akár egy láthatatlan filmet. Amikor a pszichométer kapcsolatba kerül ezekkel a tárgyakkal, a tárgy jelenlétében történt események egy részét képes érzékelni. Hangokat, mozgóképeket vagy állóképeket, szagot, hőmérsékletet, bármit. Bármilyen hipotézist is állítsunk fel, a jelenség létezik. Mese nincs. Egyébként ő tengeri sókristályba sugározott bele operákat, és visszahallgatta a tengeri sókristályról az operát. Nem magnóról, nem videószagról, tengeri sókristályról. Tehát a jelenség létezik. Viszont egyenlőre csak a múltból származó anyagban rögzített hangok és képek nyomait tudjuk felvenni, jelenleg tehát még nem létezik kronovízor, egy mindenki számára elérhető televíziószerű készülék értelmében, mondta ő, mert neki ezt nem sikerült megcsinálni, de mást igen. Nagyon-nagyon érdekes, amit a tudatról mond, erről is egy részletet beírtam. Teljesen más felfogás, persze mondták rá rögtön, hogy hülyeség, hát ez ilyenkor ez szokott történni. De mivel az elején beszéltem arról, hogy a neutrinók gyorsabbak a fénynél, plusz tömegük van, ebből az alapból azért ezt érdemes átgondolni, meg ami le van a könyvben bővebben írva. Már többször megismételtük, hogy ami az idegrendszeren keresztül folyik, az nem felel meg az elektromos áramnak abban az értelemben, ahogyan azt általában értik, sem a kémiai jelenségeknek, amelyekhez továbbra is ragaszkodunk, mintha ezek lennének a jelenség alapjai. Bár kétségtelenül előfordulnak ilyen elektromos és kémiai jelentések, de kizárólag azzal a céllal, hogy az ideg impulzusok fokozatos előrehaladásának folyamatához szükséges energiát szolgáltassák a perifériás szervektől a központi rendszerig. Hát nem ezt tanítják. És ami döbbenetes, egy fél mondat erejéig azért elmondom, hogy ugye egyre inkább kutatják a szív-agyat, mert észrevették azt, hogy a szív nagyon sokszor hamarabb reagál, mint az agy-agy. Tehát azért ezt érdemes átgondolni, hogy tényleg akkor mi is pontosan és hogyan működik. Ez még csak most indul útjára ez a fajta tudományterület. Naívság. Nem igazán örült a két atya egymásnak. Borello atya többször megvádolta Ernetti atyát, de Ernetti atya az időlátógépnek a kifejlesztője, nyilván fogadalma kötötte meg a házérőzet, meg stb., de magánlevélbe saját kezüleg ezt írta. A készülék létezése szent és sérthetetlen igazság, tény, hogy a múlt számos eseményét rögzítettük általa, igaz, hogy ezek között van Jézus képe és Ennius Tiestesének a filmje. Igaz az is, hogy a legfelsőbb hatóság megtiltotta a használatát, vagyis a pápa. Az atya nagyon fel volt háborodva, hogy ilyen szinten kellett védekeznie, de már sértő volt az a támadás sor, amit kapott, és nem védhette meg magát nyilvánosan meg sehogy, de egy magánlevélbe legalább négy szem közt megvallotta és leszögezte, hogy ez a készülék igenis volt, és használták, és működött. Nagyon különleges korszakban élünk, egy olyan korszakban, ahol a tudományos találmányok elképesztő módon szaporodnak, és ezáltal egyre nagyobb hatalomra tesznek szert egyesek, de az egyes ember is, meg a vezetés is nyilván. Egyre ijesztőbb, ahogyan használjuk őket, és egyre veszélyesebb is. Ugye most már nyíltan ott van a mesterséges intelligencia a legkülönböző helyeken. Ez veszélyes műfaj. Láthattuk a Schwarzenegger filmeket. Villámgyorsan visszafordulhat. Pláne, ha olyan kézbe kerül, amilyenben van.
nagyon sok virtuális rendszer működik, ezek a mesterséges intelligenciával felszerelt chat programok, és így tovább, és így tovább. És ezek bizony komoly veszélyt jelentenek az egész emberiség számára, hiszen elterelik a figyelmet az igaz valóság felderítéséről és felderíthetőségéről. Valós időben képesek bárkivel bármit kimondatni videó, konferencia formájában is akár. Néhány másodperces minta, néhány fénykép elég ahhoz, hogy egy teljes hosszúságú beszédet bármilyen tartalommal, bárkivel, bármikor elmondassanak. És ez életveszélyes a világ egészére tekintve. Hogyha valaki oda csalja a képernyőre Putyin elnöknek, vagy a Biden elnöknek a képét, és valamit elmondott valami hamis, ebből az egész világnak vége lehet perceken belül. Tehát az életveszélyes móka, mondom én, hogy móka. De közben, miközben egyre nagyobb teret nyer a mesterséges intelligencia és a virtuális valóság, az Avatar 2-es film ilyen, 3,25 óra virtuális valóság, elképesztő milyen látványvilággal, de ez mind számítógép. Köze nincs a valósághoz, élő színész nem is nagyon van rajta. Talán nincs is. Elképesztő milyen technika, döbbenetes. De milyen furcsaság, hogy az időgépről is jelent meg egy sci-fi, igaz, hogy csak egy novella, méghozzá 47-ben. Tehát nem csak a Titanicnak ereszték előre a dolgát, a Titán című regényben, hanem az időgépről is jelent meg egy regény 47-ben, amikor ugye jelentős UFO események történtek. Repülőkészhajók potyogtak le, és így tovább, és így tovább. És 47-ben találták meg egyébként a Nag Hammadi gnosztikus könyvtár anyagát, vagy a holtengeri tekercseket. Elég sok minden történt 47-ben. Többek közt egy regény is megjelent, ami az időgépről szól, és az a végső következtetése, hogy az emberiség még nem érett meg egy ilyen felforduláshoz, amit egy ilyen készülék okozna. És akkor mindig felteszem a kérdést, hogy tényleg az emberiség az, aki nem érett meg erre? Vagy netán egy olyan sátáni kör, amely gátlástalanul mindent elkövet a saját hazugságainak és hatalmának minél tovább való fenntartására. Én azt gondolom, hogy az átlag ember 99,9%-ban az jó. Nem gondolnám, hogy egyik vagy másik ember közöttünk utána egy más országbeli ember csak azért, mert a másik országból való. Ezt a hatalom teszi meg velünk, hogy ezt vagy azt utálni kell, mert ők így döntöttek. Nem az emberekkel van szerintem a baj. Az emberekkel az a baj, hogy eltűrik, hogy ezt rájuk kényszerítsék. Ez a baj. Magánvélemény természetesen. A halál nem végleges, viszont ez nem magánvélemény, hiszen tudomány területek szólnak arról, hogy halottakkal kommunikálnak, és ezek a tudományterületek egyre tágulnak, egyre több ismeret áll rendelkezésükre, vagyis a látókörünk is egyre jobban tágul. Ettől sokan megijednek. Hát nyilván, mert ez egy félelmetes történet, hogy Jézust látni, hogy elmondja a 8 áldottságot a hegyi beszéd során. Ez egy nyilván megrázó élmény. Valóságban ezt látni, megvan rá minden lehetőség. Akik ezt a fajta világot kutatják, azok felszabadultnak érzik magukat, mert elképesztőek a távlatok. És úgy gondolják, ahogy például gondolta 23. János, vagy első János Pál, hogy el kell végezni a korrekciókat, vagyis a világ sorát, sorsát az igaz útra kell terelni. Meg is ölték mind a kettőt nagyon gyorsan. De ezt most már tudjuk, hogy velük mit tettek, és hogyha többen valljuk azt, amit ők is vallottak, akkor ebből még lehet valami. Ugyanis, ahogy Borrello atya is nyilatkozta, továbbra is hiszem, hogy aki a hit birtokában van, annak nincs mit félnie az igazságtól. Bármi legyen is az. Papként ezt kimerte mondani, tisztelet érte. Tehát ő vállalta, hogy papként a valósággal szembesüljön. Nagyon sokan ezt nem merik megtenni. Tudunk tehát halottaktól származó
ismereteket rögzíteni. Olyan lényekről, lényektől, akik más dimenziókban élnek, hogy nevezik ezt a világot, ahol ők élnek. És ebből következően Ernetti atya és mindazok emléke, Brunoé, Galileié és nagyon sokan másoké, megköveteli tőlünk a cselekvést és a nyilvános tanúságtételt, hiszen nagyon sok embert több száz éven keresztül eltiport és megtört a hatalom, vagy éppenséggel kiiktatott, ha már túlságosan zavaró volt. Legyen az akár maga a pápa, nem számított, akit ugyan Szent Péter utódjának neveznek, de soha nem volt Szent Péter utódja. Mert hogy Szent Péter Antiókiának volt első püspöke is, nem Rómának. Az emberiség egy válaszúthoz érkezett ismét, egy verseny folyik az emberi lelkekért, vagy kiírtatja önmagát a hatalom bitorlói által, hiszen most már nyíltan beszélnek harmadik világháborúról, atomháborúról. Teljesen úgy beszélnek róla, mint a tojás árral a piacon. Hát ez nem normális, könyörgöm. Hát itt 8 milliárd emberről van szó. Hát ne játsszanak a mi életünkkel. Menjenek el a világűrbosz, lőjék ott egymást, kit bánt? De hagyják békén a 8 milliárd embert. De mi döntjük el azt, 8 milliárd ember, hogy ezeket eltávolítjuk a nyakunkról, és egy békés, nyugodt és tiszta korszakot hozunk el saját és gyermekeink számára, vagy hagyjuk nekik, hogy velünk végrehajtatva a Földet atomfelhő gombák burkába süllyesszék. A létünk a tét, és most tényleg az. Lassan végére érünk a könyvnek. Az utolsó két fejezet a fizikai hátteret adja meg az időlátógép működéséhez, létezéséhez. Az első ilyen háttér a négy térdimenziós világmodell, ugyanis négy térdimenzió van. Legalább nem 3 plusz 1, 3 tér és 1 idő, hanem legalább négy térdimenzió. A világegyetemben mindenhol, könyvbe levezetem, a négyesség elve az, ami uralkodik, a kétszeres tükröződés, kétszer kettő, mindenhol a négyesség elve uralkodik, kezdve a négy őselemtől kezdve, egészen a teljes világegyetem felépítéséig, mindenhol a négyesség elve érvényesül. Ezt tudták Utah állami barlangrajzok készítői, tudták a sumér, egyiptomi, bármilyen ősök, akik mindenhová a napkeresztet rajzolták, a négyesség legősibb szimbólumát, amelyet, hogyha a világ legnagyobb léptékű objektumai felé terjesztjük, ugyancsak azt látjuk, hiszen le tudjuk vezetni, hogy minden egyes rezgési síkon, nekünk ez 10-27 Hz, kötelezően négy világegyetem létezik. Ezek anyagi töltésben különböznek, tehát pozitron, elektron például, tehát töltésben különböznek, illetve időtöltésben. Arra megy az idő, vagy amarra. Ezért négy. És hogyha ezt felrajzoljuk, kettős tükröződés, akkor megkapjuk az ősi napkeresztet, és kimondhatjuk nagy örömmel, amit sok ezer éve mindig mondanak, a saját farkába harapó kígyónak a képével ábrázolják, és hogy a kezdet egyben a vég is. Ennyire egyszerű. Mondom én. Nagyon sokáig, évekig gondolkoztam, hogy oké, van négy térdimenzió, de mivel az idővel, nem tudtam az idővel mit kezdeni, és a buszon, ahogy Nemere Istvánt olvastam, egy regényét, közelem volt ehhez a témához, világosodtam meg, úgymond, mint egy PowerPoint előadást láttam magam előtt a négy idődimenziós világmodellt. Hazamentem, lerajzoltam, kész, ennyi volt. Egészen elképesztő volt ezt átélni, ülök a buszon, és akkor úgy vetítenek nekem képeket. Tehát nem tudok mást mondani hasonlatként, mert tényleg így történt. Ennek a végeredménye a következő néhány axióma.
az idő a változás iránya, tehát vektormennyiség. A K-mezon viselkedése bizonyítja, hogy az időnek igenis van iránya. Hiába akarják ezt letagadni, a biocentrizmusnak a képviselői tévednek. A K-mezon sérti az idő, a kirajtás és a töltés szimmetriát is, tehát irányt ad az időnek. Tehát vektormennyiség. A tér viszont skalár jellegű, tehát nincs kiemelt pontja. Nem lehet a térpontját meghatározni, csak egy másikot viszonyítva. Mert hogy skalár mennyiség a tér. Hogy jön ki a négy idődimenzió? Egydimenziós idő. Minden egységnek tekintett létező egyed, a fotontól a galaktikus szuperhalmazokig egyedi idővonallal rendelkezik. Ezen a vonalon minden pillanatban egy pontot foglal el, ennek neve időpont, a minősége pedig pontidő. A kétdimenziós idő az azonos időfázisban lévő egyedek csoportja meghatároz egy síkot, egy idősíkot, ez a síkidő. Számunkra ez jelenti az abszolút időt. Az összefonódás jelensége lényegében egy idősíkon belül történik többnyire. Az adott egyed a vele egy idősíkon tartózkodó valamennyi egyedről képes azonnali információt szerezni és cserélni. Azonnali. A háromdimenziós idő az azonos időtérben lévő egyedek csoportja meghatároz egy teret, ez egy időteret. Ez a téridő, nem az Einstein-féle, ez egészen más. Az összefonódás jelensége lényegében egy időtéren belül is megtörténhet. Az adott egyed a vele egy időtérben tartózkodó valamennyi egyedről képes azonnali információt szerezni. És akkor hol a negyedik idődimenzió? Mert van. Ez a minden egyszerre. Halálközeli élmény, megvilágosodás, harmadik szem megnyílása, tisztánlátás, a holografikus agy és öröklődés tudatos használata, ez a négy dimenziós idő világa. És most jön egy olyan fantasztikus meglátás, amit a jelenlévő barátom tett meg, Szilágyi Sanyi. Térugrás végrehajtásához az időben kell ugrani. Egy Nobel-díj alapból. Hogyha a fizikát értenék a Nobel-díj bizottság tagjai. Ugyanis ez másképp nem lehetséges. Egyszerűen nem lehet másképp megcsinálni. Mert a tér skalár mennyiség. Minden pontja azonos értékű, nincs kiemelt pontja. Nem lehet bihoz képest ugrani a térben. Viszont az idő az egy vektormennyiség. A skaláris tér nem is görbülhet, egy skaláris érték nem görbül. Ez egy Einstein-féle agyrém, amit 100 éve vallásra dagasztottak. Nem görbül a tér, nem görbülhet, pláne szilárd, hogy képtelenség. Az idő tehát vektormennyiség, bármely pontja megadható, ugye négy idő koordinátára van szükség, négy idő dimenzióban, és ugye ez a lényegében egy olyan fizikát hoz el, ami egy kopernikuszi fordulattal fölér, és mivel én dolgoztam ki, nagyon szerényen aranycsavarnak neveztem el. Bocsánat. Mi kell ahhoz, hogy négy tér dimenzióban és négy idődimenzióban utazzunk? A jó öreg fluxus kondenzátor, amit a kedvenc filmemben olyan szépen bemutattak. Ugye Vissza a jövőbe, 1-2-3. Fantasztikus film. Ők síkban ábrázolták, itt van bal oldalt az ábra. Magyar tudósok meg is alkották ezt a bizonyos síkbeli fluxus kondenzátort, ez az ő munkájuk nyomán készült ábra. De nekünk négy térdimenzióban és négy idődimenzióban kell mozogni, ehhez pedig a legegyszerűbb mérteni test adja nekünk a lehetőséget. Egy tetraéder középpontjából kiindulva a négy
súlyvonalra kell elhelyezni az áramköröket, és ez a készülék az időgépnek a lelke, ugyanis időben lehet utazni ezzel a készülékkel. Minden fizika adott hozzá, meg lehet csinálni. Összegezzünk a tér és idő tekintetében. Van, létezik negatív idő, az úgy, mint a fizika egészen szépen leírja, fent van a honlapomon, akit érdekel. Nem esti olvasmány, de megéri végigrágni magát az embernek rajta, fantasztikus világot tár fel. Az Ummita fizika, egy idegen lényi csoportról van szó, szögelvű fizika, egészen fantasztikus. Tehát létezik negatív idő, amely hozzánk képest visszafelé halad. Ez nem azt jelenti, hogy visszafiatalodunk, hanem azt jelenti, hogy az idő töltése ellentétes, a vektor irányultsága, az idővektor iránya ellentétes. Létezik négy negatív idődimenzió következésképpen, a négy térdimenzió mellett, ez összesen 8. Az első idődimenzió az egyéni idővonal előre visz bennünket, hátrafelé az emlékek nyomán nyitott, vissza tudunk emlékezni. A második idődimenzió az egyidejűség érzékelése. A harmadik idődimenzió a térben és időben máshonnan történő érzékelés, vagy oda hatás, továbbítása, távgyógyítás. Ez abszolút három idődimenzióban működik. És van a negyedik idődimenzió, a teljes és azonnali érzékelése a végtelen térnek és időnek. Raymond Moody könyvében vannak ilyen leírások, amikor halálközeli állapotban az illető a teljes teret érzékelte végtelen kiterjedésben, egészen döbbenetes. És végül, hogy néz ki a világunk, a négyesség szabályozó elvére épülve a páros tükrözésekre. Van tehát kétszer két térdimenzió, ugye a negatív tér miatt. Van mellette kétszer két negatív térdimenzió, ugye ez eddig 8, van kétszer két idődimenzió, és mellette kétszer két negatív idődimenzió, vagyis 16 dimenzió, azaz 2 a kétszer kettediken. Mindenhol a tükröződés. És mire jó ez nekünk? Tudjuk azt most már, hogy a tudat szabadon tud váltani időpontok, idősíkok és időterek között. A tudat tehát független az időtől és a tértől, vagyis felette áll, és ez nem jelent más, nem jelenthet mást, mint hogy minden ki tudat lényként örök életű. Köszönöm szépen a figyelmet!